Szeretettel köszöntjük a televízió nézőket. Az idei sportgálán Mosonmagyaróvár sportdíját vehette át Szitás László, a Mosonmagyaróvári Atlétikai Klub vezető edzője, illetve ezért hívtalak el elsőként, vagy legfőképpen, illetve azért, mert lezárult a fedett pályás szezon szakasz az atlétikai versenyek sorában, úgyhogy bőven van miről beszélnünk. A laudációban főleg azt emelték ki, hogy amit évtizedeken keresztül tettél a helyi atlétikáért, illetve azt, hogy újra élesztetted itt a városban az atlétika sportágat. Számítottál ezek mellett erre az elismerésre? Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket én is. Hát megmondom őszintén, hogy nem, mert annyi teendőm van a hét, a napok folyamán, hogy nem is jutott ilyesmi eszembe. Ez a legmagasabb sport elismerés, amit egy város adományozhat ilyen témában. Ennek biztos megvannak az okai azokon túl, amiket én mondtam neked. Hogyan mutatnád be saját pályádat? Ez a 30. év. Édesapám 88. évében van, és már kicsit felejt, és kérdezte a díjátadás után, hogy hát akkor kisfiam, ez hány évnek a munkája? 20. Ki kellett javítanom, hogy hát most léptem be a 30. munkás évfolyamomba. Tehát 88-ban kezdtem valóban, akkor még Móvári Mosonmagyaróvári Sportiskola égisze alatt működött az atlétika szakosztály. Egészen 1998-ig dolgoztam itt, az itt eltöltött 10 év alatt, akkor, ahogy ott is elhangzott valóban a gálán, több mint 20 magyar bajnoki címet szereztünk, illetve 5-ször állítottak fel az atléták országos csúcsot. Abból az érából rekord már nem áll fönn, utána több ok miatt el kellett mennünk innen, tehát meghívást kaptam Sopronba, ott is dolgoztam 11 évet. Ott három országos csúcsot állítottak fel a versenyzőim Lőrinc Imre. Távolugrásban a mai napig még érvényben van az a csúcs, és a 400-as váltóval elért országos csúcsuk is. És utána az élet úgy hozta, hogy 2009 őszén visszakerültem a városba, és Nagy István felkérésére 2011-ben felkérésére igent mondtam, nagy örömmel, és belevágtunk a munkába. A gálán nem volt módom megemlíteni, megköszönni azoknak az embereknek a nevét, akik nélkül ez nem működött volna. Tehát dr. Kis Krisztián elnök úr, korábbi kiváló korosztályos többszörös magyar bajnok és válogatott kézilabdatáfutót kerestem meg, hogy elvállalja az elnöki tisztet, illetve két korábbi atlétámat, Nagy Esztert és Balassa Ildikót, hogy az ESZTI edző kollégaként segítene, az Ildikó pedig a háttérmunkában, mint titkár. És mind a három ember fáradtságot nem kímélve az első perctől kezdve velem dolgozik, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik ezért. Beszélj még egy kicsit rólad, neked vannak személyes versenyemlékeid, tehát versenyeztél te atlétizáltál? Versenyeztem, igen, Böröcki Péternél kezdtem az atlétikát, Isten nyugasztalja, és utána egy nagyon karizmatikus ember jött a városba 1981 őszén, Németh Gyula, aki korábban magyar csúcstartó volt távolugrásban, és végül is az egész személyiség olyan hatással volt rám, hogy szinte újult erővel kezdtem az atlétikába dolgozni, illetve versenyezni, és az ő irányítása mellett akkor sem volt jobb feltételrendszer, mint most, tehát nem is tudtunk itthon rudat ugrani, csak homokban, mint az 1920-as években, és így csináltam 10 próbába. Így értem el országosban neki címet, hogy rudat igazából alig fogtam a kezembe, és igaz, most már nem mondják meg rólam, de én korábban ugró voltam, egy kicsit most már nehezebb vagyok, de a városi rekordot még én tartom 707 centivel, tehát távolba, hármasugrásba és gerelyhajtásba is álltam dobogón. Országosan van még jegyzett csúcsod? Nem. Tehát azért nem voltam akkora spiller versenyzőként. Aztán a TFN sok egyéb ok miatt ez a dolog megszakadt, tehát belőlem nem lett nagy versenyző. Viszont tudod tanítani, motiválni a gyerekeket. Azt mondtam a sportgála színpadán neked, és aztán utána a privát megjegyezted, hogy nem, tehát hogy mintha nem esett volna jól az a kérdés, hogy én azzal apostrofáltam, hogy téged kemény kezűnek tartanak a versenyzőid. Szóval igazából itt arra gondoltam, hogy nagyon határozottan és sajátos képpel, célokkal irányítod a csapatot. Nyilván megvan az oka, mi?
Persze. Nyilván a gálán arra, abban az egy-két percben nincs erre mód ezt kifejteni, itt talán lesz több mondatom, vagy több percem. Igen, abból a szempontból a keménység, a határozottság kell, hogy az egész élet és maga a versenysport is nagyon kemény. Tehát itt amit mi csinálunk, itt század másodpercek, centiméterek döntenek. Nem beszélve arról, hogy ez a tél még jobban kiemelte a feltételrendszer hiányosságait, december 9-e óta nem tudunk a pályán dolgozni. Csak a lajtatöltésen, illetve az óvári településen található, hát nem túl fényes tornatermekben. És azért nálam elsődlegesen ügyességi versenyszámokat űznek a versenyzők. Lásd Horváth Koppány magasugrás, lásd Kovács Marianna 100 méter, tehát gátfutó, Zsuppán Balázs, aki összetettben is nagyon jó és kiváló középtávfutó. És ebbe a feltételrendszerbe nekünk még, hogy is mondjam, tehát még keményebbnek kellene maradjunk enni a szónál, mint azok, akik el vannak kényeztetve csodálatosan, kellemes 20 fok meleg futófolyosóval, ahol jó hangulatban, jó világítással, jó talajjal a lábuk alatt tudnak dolgozni, mi ennekről csak álmodunk. És semmi esély arra, hogy ebből egyszer valóság legyen? Tehát ez mi múlik? Pénzen? Természetesen. Nem tudom, hogy elmerjem-e azt mondani, vagy elkiabálni, de jó irányba halad a dolog. Tehát elképzelhető, hogy egy-két éven belül legalább a pályánk megújul, méghozzá nagyon szépen és a mai kor követelményei szerint. Akkor is ugyanúgy fönnáll, hogy futófolyosónk nincsen, és hogy ezekkel a versenyzőkkel, akikkel most már ott tart a dolog, hogy a világ ellen akarunk menni. Tehát nem csak a saját korosztályokban, hanem lásd Horváth Koppány idén ifjúsági világbajnokságra készül. Meg kell csak nézni, hogy ugye az atlétika, mint a labdarúgás mellett a legnépszerűbb sportág az egész világon. Tehát egy ifi VB-n is közel 150 ország versenyzői lesznek ott. Most hány gyereket motiválsz, irányítasz? Hát ha a kérdés arra irányul, hogy hány gyerekkel versenyzünk tényleg nagyon-nagyon komolyan, az azt jelenti, hogy kikben van potenciális lehetőség arra, hogy a legjobbak legyenek az országban és tovább lépjenek világversenyre, akkor azt mondom, hogy 4 gyerek. Tehát ebből a kisvárosból, igen. Hát ha a név szerint is megemlíthetem őket, tehát akkor Horváth Koppány, aki magasugrásba, de akár távolugrásba, akár több próbába, tehát mindenben ott toporog a világbajnoki kiküldetési szint előtt. Kovács Marianna, ahogy az előbb mondtam, ilyen feltételrendszer mellett ott van a legjobb gátfutók mögött. Most volt hétvégén az OB, és majdnem sikerült neki a csoda, hogy megcsipje őket. Szóval a másik két gyerek még, aki ilyen szintet elérhet, az a Zsuppán Balázs és a Babos Ármin. Figyelj, és milyen filozófia mentén dolgozol? Változott-e itt az elmúlt 30 évben a nézeted, amikor a gyerekekre tekintesz, vagy amikor eredményeket tűzöl ki? Igen. A korábbi nagyon eredményes versenyzőkből, ahogy a gálán is említettem, családanyák és családapák lettek. Tehát a Várj Editből is, meg a Lőrinc címéből is. És valóban összejárunk, megöleljük egymást, beszélgetünk a régmúltról is, és mondtam nekik, hogy ha most kerülnék a kezem közé, akkor még jobb atléták lennének. Tehát azért a 30 év tapasztalata az nem lebecsülhető dolog. Sokkal érzékenyebb vagyok a gyerekek iránt, mint amikor kezdtem a pálya elején csikóként, és sokkal jobban meg tudom érteni őket, és elfogadni a gondjukat, bajukat, és azon dolgozni a családdal közösen, hogy az egész életre találjunk megoldást. Most mit jelent számodra ez a sportdíj, hogy ebben a legmagasabb elismerésben részesültél? Hát megmondom őszintén, hogy nem hittem volna, hogy ennyit fog jelenteni, tehát én nagyon nem vagyok oda a díjakért, nagyon nem érdekelnek. Viszont a díj átadása, vagy elfogadása után annyian kerestek meg, hogy olyan emberek, akiről igazából már nem is tudtam, hogy itt laknak a városban. És nagyon-nagyon jól estek azok az elismerő szavak, amikor olyan mondatok mellett öleltek meg, fogtunk kezet, hogy nagyon jó helyre került a díj. És belekerültél a Város Krónikás könyvébe, úgyhogy a történelem része is maradsz. Úgyhogy nagyon felemelő, köszönöm szépen innen még egyszer a döntéshozóknak. Másik témája a beszélgetésünknek az, hogy véget ért az atlétikai szezon fedett pályás szakasza. Foglaljuk össze a legfontosabb híreket, eredményeket. Merre versenyeztetek elsőként, vagy hol voltatok?
Magyarországon egy helyen van fedett pályás versenyzés lehetőség. Tehát ez viszont az országnak a helyzetét is mutatja. Csak Budapesten a Szima csarnok, ami most már Bok Aréna, Budapest Olimpiai Központ néven fut, mert csak itt van olyan döntött kanyaros egész fedett pálya, 200 méteres, ahol ezt meg lehet rendezni. Január 11-én kezdtük a fedett pályás szezont Bécsben, és azért kezdtük már olyan korán, mert nekünk az egybe edzés. Tehát mi nem tudunk itthon edzeni. Főleg ez a tél, ami, ahol a január, azt mondták a statisztikusok, hogy 30 év legkeményebb januárja volt. Mínusz 5 egész valamennyi fok volt átlagba. December 9-e óta nem tudtunk kifölmenni a pályára. Úgyhogy nagyon-nagyon leszűkült annak a lehetősége, hogy mit tudunk csinálni, illetve óriási áldozattal a gyerekek, és nyilván a saját részemről, mert a családomat itthon kellett hagyni, Tatabányára jártunk edzésre. Ami azért... Hogyan vonattal? Nem, hát ilyenkor, ilyenkor bedobom őket a kocsiba, a legjobbakat, és megyünk, mert amennyire lehet az időt spóroljuk, és autóval lehet háztól, tehát oda megyek mindenkiért, elmegyünk. A pénteki M1-es csúcsforgalomban még Tatabányára és a csarnokig másfél óra az út, 2 órás edzés, utána vissza, úgyhogy röpke 5 óra egy edzés. Tehát ez óriási áldozat mindenkitől. De közel se tudtunk annyit dolgozni így speciálisan, mint amennyit kellett volna. Azt mondom, hogy szerintem csoda kategória, és a gyerekeknek a tehetségét mutatja, hogy ilyen háttérrel fölvették a versenyt, az országban 110 szakosztály van. És rajtunk kívül komolyan megérne egy felmérést, hogy ki rendelkezik ilyen rendszere háttérre, mint mi. Ha fiatalabbakkal kezdem, akkor Zsuppán Balázs olyan 800 méteres eredményt ért el egy évvel öregebbek között, ő most korosztályt ugrott, hogy a szövetségbe a középtávfutó szakág egyszerre kapta fel a fejét. Ez lehet, hogy a dévénézőknek nem mond sokat, de 800 méteren 14 éves, 13 és fél éves korban 2 perc, 3 másodpercet futni, az párját ritkítja. És olyan imponáló fölénnyel nyerte meg a magyar bajnokságot, hogy hát tényleg azt mondták, hogy innentől kezdve kiélezett figyelem övezi a gyereknek minden mozgását. Ilyenkor hagyják azt, hogy te foglalkoztál, vagy hagyják. Látja a szakma is olyan, hogy ez olyan tehetség, hogy akkor mindenkit rá kell fogni. Nem. Tehát azért fontos. Nem normális a dolog, illetve a középtávfutó szakágvezető régió barátom, és tanácsokat kérek tőle, mert ő azért Európában is egyik legnagyobb szaktekintély. Úgyhogy Balázs ezt művelte. Ugyanebben a korosztályban meg kell említenem Szalai Rékát, aki és sprinter, és mondtam, hogy mit tudtunk mit csinálni idén, kinn a jeges töltésen. Most sprinterként futott 8,22 másodpercet 60 méteren, ami nagyon-nagyon jó idő. Tehát 13 éves kislánytól ilyet csinálni, ilyen eredményt elérni, nagyon jó idő. Ő a B-döntőt nyerte, viszont ott ez az idő olyan jónak sikeredett, hogy ezzel az A-döntőbe 5. lehetett volna. Ez volt ez a legfiatalabb bajainknak a legkiválóbb eredmény listája, ami nem tűnik soknak, de azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon kemény dolog ebből a háttérből. És az öregebbeknél, nagyobbaknál, hát Koppány a tavalyi mélyrepülést követően úgy látszott, hogy lassan kijön a gödörből, és járunk mi fel a válogatottra, ilyen összetartásokra, 3-4 napokra vagy edzőtáborba, és úgy nézett ki a dolog, hogy fizikailag olyan jó szintre került szinte pár hónap alatt itt a téli időszakban, hogy hát azt is megkockáztatták, hogy most ő Magyarországon ő lesz a legjobb. Na most technikailag nem tartunk ott, ahol kéne, ezért csak 2 méter 3 centig jutott a télen. Összetett be 6 próbába, 3 szám után még az országos csúcsnál jobb teljesítménnyel állt. Lecsúszott az országos csúcsról, ami azt mondom, hogy megint csak csoda kategória lett volna, de több mint 600 ponttal verte a másodikat, ami azt jelenti, hogy szinte ha az utolsó számot kihagyja, akkor is magyar bajnok lett volna. És utána egyéni országos bajnokságra mentünk, ott a magasugrást kihagyattam vele, mert bizonytalan, nem akartam kudarc élménybe belelóvalni, de távolugrásba 685 centivel fölényesen nyert. Csak annyit halka jegyzem meg, hogy idén 2-szer ugrottunk összesen távolt a téli időszakban, és 725 centi a világbajnoki kiküldetési szint. Úgyhogy még az is elképzelhető, hogy nyáron azt is ott... Ennyire fiatalon odaérhet a világbajnoki kiküldetési szintén? Az ifjúsági világbajnoki. Ifjúságére. Igen, tehát lesz. Nagyon tehetséges. De nem szabad elhallgatni Kovács Marianna nevét, aki nagyon-nagyon nehezen indult. Tehát tényleg sokat küzdött szegényem, itt van 4.-5. éve mellettem. És most kezdte megmutatni, hogy azért ő is igazi atléta. És előbb már belekezdtem, hogy ő gátfutó.
és azok, akiket szorongatott, azok az ifjúsági világbajnokság kiküldetési szintjét ott vannak a határán. És azokkal versenyzett, századokkal maradt le tőle. Úgyhogy bízom benne, hogy a nyári időszakban, hát ő most negyedik lett a bajnokságban a gáton, de mondom, tényleg ritkán van ilyen mezőny Magyarországon, mint most, hogy hárman is esélyesek arra, hogy világbajnoki kiküldetési szintet fussanak. Ez tényleg ritka. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a nyári időszak jobb lesz, mert addigra Győrbe elkészül az EIOF-ra a pálya, és azért az mégse Tatabánya, de akkor se itthon van, de be tudunk oda járni edzésre. Mi lesz az idei legfontosabb versenyetek? Hát egyetem az ifjúsági világbajnokság. Tehát az a legfontosabb verseny. Nyilván a Zsupán Balázsnak és a Babos Árminnak a saját korosztályos versenye, illetve a serdülők válogatott viadala. Remélem, hogy a horvát koppány mellett még Kovács Marianna is sikerre veszi a kandidálást. Köszönöm szépen az év sportdíjasának, hogy elfogadta a meghívást. Gratulálunk, illetve örülünk a beszámolónak, amit hoztál a fedett pályás szakasz végeztével, és bízom benne, hogy a kisebb versenyekről is jó hírekkel szolgáltat majd a MAC, a Moson-Magyaróvári Atlétikai Klub. Szitás László volt a vendégem. Köszönöm szépen a televízió nézőknek, hogy bennünket választottak. A kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra.